Luis Reyes vagyok. A Malakiás 4:5-6-ról szeretnék beszélni, amiben azt olvashatjuk, hogy Isten el fogja küldeni Illés profétát Krisztus második eljövetele előtt. Olyan időkben élünk, ahol az atyáknak a szívét vissza kell fordítani a fiatal generációkhoz. Isten megígérte, hogy elküldi Illést, aki majd visszafordítja az atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét pedig az atyákhoz. Jelen pillanatban a fiatal generációnak leginkább arra van szüksége, hogy legyenek apáik, mégpedig olyan apáik, akik szeretik a gyerekeiket. Folyamatosan azt mondom a férfiaknak, nem kell tehetségesnek vagy felkentnek lenned, egyszerűen csak szeresd a gyerekeidet. Isten nem akarja, hogy elvesszen ez a generáció, és soha ne ismerje meg őt. Ha megnézzük a mostani fiatalokat, mit látunk? Erőszakot, bűnözést, drogozást látunk, és rengeteg bebörtönzést. Ezek mindegy olyan generáció jellemzői, amelyek apa nélkül nőttek fel. Ez nyílt segélykiáltás az apák felé, hogy jöjjenek vissza és szeressék a gyerekeiket. Hiszem, hogy amikor egy férfi a gyereke felé fordítja a szívét, akkor az apa Isten jóságának tükörképe lesz a gyerek életében. Az a gyerek az apján keresztül meg fogja látni Istent. Istennek az a terve ezzel az apa nélküli generációval, hogy újra olyan apjuk legyen, aki szereti őket, segít megtalálni az identitásukat és az életük értelmét. Már több mint 19 éve szolgálok gyerekek felé, a Regeneration nevű szolgálaton keresztül. A Mark 9:37-ben azt olvashatjuk, hogyha befogadunk egy gyermeket és Istenhez vezetjük őt, akkor Jézust fogadjuk be. Amikor egy gyülekezet hangsúlyt fektet arra, hogy a fiatal generációval foglalkozzon, azzal megérinti Isten szívét, és Isten gondoskodni fog az ellátásáról. Arra kérem önöket, hogy foglalkozzanak ezzel a fiatal generációval. Ne hagyják magukra őket, tegyék meg ezt Jézus Krisztusért!